Eredetileg karácsony és új év között vállalta az EON, hogy felfüggeszti a tartós számlatartozások miatti kikapcsolásokat. A határidőt azonban a tartós hidegek miatt először január 16-ig hosszabbították meg, most pedig úgy döntött a cég, hogy újabb egy hétig vállalják az önkéntes kikapcsolási moratóriumot. Mivel a héten is maradnak a mínuszok, meghosszabbítva a moratóriumot január 22-ig elhalasztjuk a kikapcsolásokat. Ez a vállalás nagyságrendileg 1000 tartós áramdíj tartozást felhalmozott családot érint az EON szolgáltatási területén.